Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Mi a következő lépés a grafikai update-ben játékok terén? Ez lesz a mostani téma ebben a videóban. Hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, hogy azért már egy ideje a mostani DirectX-nek úgy érzem, hogy így megvannak a határai, bár egyre jobban nő a játékok gépigénye, de nem mondhatnám, hogy grafikai fidelitásban egy akkora áttörést érhetnénk meg. Ez talán az egyik legjobb példa erre felhozni, a Battlefield 4 és Battlefield 1 közti különbséget. Természetesen a Battlefield 1-re rákerült egy kisebb grafikai update, de hogyha nagyon egymás mellé rakjuk azt a két játékot full grafikán, észrevehetjük, hogy azért némi változás történt esetleg a részletességben, amit azért a Battlefield 4-jel is el lehet érni, mégpedig úgy ugye, hogy felhúzod a részletességi skálát, tehát fel tud húzni a Battlefield 4 grafikai szintjét a Battlefield 1 grafikai szintjére, hogyha ezt kívánja meg a sors. Nos, viszont hova tovább? Ezzel a dologgal, ugye. A legutóbbi két nagy áttörés, mondhatnánk így, a grafikában, de még mindig DirectX 11-12-re alapozva, az egyik ugye hát anno még a DirectX 9-ből a CryEngine volt, és a CryEngine-nek a továbbfejlesztett változatai a 12, DirectX 11-12-re, és azok gyönyörűen és fantasztikusan néztek ki. Emlékszem, amikor kijött a Crysis, akkor konkrétan állítólag egy fűszálnyi adatban 9 mega volt, annyira részletesre volt programozva az egész, és annyira hitelesre volt programozva az egész, és gyönyörű is volt. És úgy gondolom, minden mai napig a sima, az első változatú Grindr az egyik legszebb. Aztán természetesen ezt fejlesztették tovább a Crysis 2-3-ra, és tették egy kicsit jobbá és szebbé az egész játékot. Aztán természetesen jött az Unreal Engine 4, ami egy újabb áttörés. Bocsánat, Unreal Engine 4 helyett mondhatnak a Snowdrop Engine-t, ami a Division-t hajtja. És a Snowdrop Engine elképesztő, gyönyörű grafikai fidelitást hozott, csak természetesen ezt nem nagyon akarták a játékban is kihozni, mivel hogy hát nem tudom miért, mi volt az okuk, hogy amiért lebutították grafikailag a Division-t, de utána ugye jött az Unreal Engine 4, ami megint csak emelt egyet a gyönyörűségén a játékoknak természetesen. A probléma az Unreal Engine 4-jel, hogy amilyen gyönyörű tud lenni, úgy fel is tudja zabálni a számítógépet, de még mindig nem kell mondjuk alá akkor olyan erős számítógép, mondjuk, mint egy Frostbite Engine alá. Na de... Az Unreal Engine 4 ahhoz, hogy nagyon szép legyen, nagyon-nagyon sokat kell vele foglalkozni. Én emlékszem, a Doom-mal játszadoztam, és a Doom-nak a pályaszerkesztője, ami azért lebutított szerkesztő az Unreal Engine 4-ben, de azért mégis elég komplex ahhoz, hogy ügyelj a részletekre című történik. És olyan apró részletekig mehetsz bele a programozásba, és csak így néztem, hogy így zabálja fel a véramot az egész térkép, és csak egy szobát csináltam, és így a véram tűnt el, ahogy raktam le részleteket részletekkel, és megértem valahol a játékkészítéket, hogy egyes pályos szekciókat sekélyesre csinálnak meg egyszerűen azért, hogy legyen elég memóriája annak a szerencsétlen számítógépnek, amivel játszol, hogy betöltse azt a pályát. Szóval, ja, így állunk, és de mind ezen technológiák valahol a DirectX 11-12-re alapoznak, és ennek megvan a határa, hogy őszinteljek. Megvan a határa a szépségben, megvan a határa a fizikben, megvan neki a határa, és így 2018-ra egy elavult technológiának merem kijelenteni, bár gyönyörű dolgokat érhetünk el vele, de mégis. Na, én amúgy egy grafikamániás gamer vagyok, szeretem, hogyha egy játék szép, jól néz ki, nagyon-nagyon élvezetesnek kell lennie ahhoz, hogy eltekintsek attól, hogy jól nézzen ki ez a játék, és jobban belemerüljek, szóval nekem számít, hogy legyen egy olyan játék, amiben jó a grafika. Ezért természetesen nem hal ki az emberiség, mert az új technológia a láthatáron, amit úgy hívnak, hogy Ray Tracing. Na, szóval
Ez az új technológia, amivel kísérleteznek manapság az AMD és az Nvidia is. Az AMD össze is állt a Microsofttal, hogy ezen új, nem is új technológia igazából, egy olyan technológia, amit már filmiparban nagyon is használnak ahhoz, hogy élethű képet rendereljenek, ugyebár csak a különbség a videójáték és a filmipar között, hogy a filmipar megengedheti magának azt a luxust, hogy lerendereli azt a képet és később vetíti ki. Míg ugye a játékiparban a gépednek, a videókártyádnak mindent valós időben kell renderelni, azt a sok változást, a fűszálmozgást, a fegyveret forgását, a karaktered mozgását, a más karakterek, az NPC-k mozgását, a napbeállását, mindent real time-ban kell lerenderelni, és ez a ray tracingnek, a technológiának az alapja az az, hogy a felelhető fényforrásnak a mozgását, egy tárgyon visszatükröződő mozgását és mindent pixelenként renderel le, ezzel adva majdhogy nem közeli, tehát tényleg nagyon közeli fotorealisztikus képet a dologról. Egy elképesztően jó technológia, ha belegondoltok, tegyük fel egy Star Wars-ban, ha körbenézel a legújabb Star Wars-ban, más nem láss, csak ezt a technológiát konkrétan, és kék hátteret, amire rávetítették, és lerenderelték, és ugye annyira élethű az egész. Tudod, hogy nem az, de annyira élethű az egész, hogy emiatt teljes mértékben elhiszed. Léteznek már fent ilyen tech demók, érdemes ránézni YouTube-on, Unreal Engine 4-es tech demók, ray tracing tech demók léteznek fel, elképesztően gyönyörű, és egyes helyzetekben nem, nehéz, tényleg nehéz megmondani, hogy egy valóságot látsz, vagy egy számítógépes grafikát látsz. Tehát csak ott veszed észre a grafika, az, hogy egy számítógépes grafika, ahol konkrétan maguk a művészek nem ügyeltek annyira a részletességre, hogy megtörténjenek a dolgok. És ez lenne az új régi, mert nem most fedezték föl, de viszont mivel, hogy a hatalmas erőforrást igényel az, hogy egy ilyen technológiával dolgozzanak a játékok a számítógépeink részéről, így aztán sosem került bevetésre játékokban. De a két legnagyobb cég mondhatni, ha ráfekszenek a témára, akkor minden bizony előbb-utóbb láthatjuk azon feltörekvő videokártyákat, amelyek ray tracing technológiával fognak renderelni real-time-ban 60 FPS-sel minimum játékokat. Szóval így állunk. Természetesen, hogy van az AMD és az Nvidia is a saját technológiájukat fogják használni, mert hogy miért ne válasszák szét a kettőt, és akkor induljon a csata újra a két cég között. Nem is így lenne. Na, szóval így állunk most. Nekem, tehát van egy olyan érzésem, hogy most megint elérünk a piacnak, a számítástechnikai piacnak egy ilyen stagnáló állapotában, mert azért az i8 és az i9 és az anyám kínja, tehát ennél szarabb termékeket jelenleg például a Microsoft ki nem dobhatott volna. Nem arról van szó, hogy nem erősek, csak nem valódi technológiai fejlődés az i8, i9, tehát ezekkel így kuka igazából, csak egy termék, amit ki kellett adni, mert várták az emberek, és hát valamit a Ryzen ellen ki kellett találnunk. Hát, mi csináljuk egy erősebb processzort, és akkor fogták a régit, felszabadítottak rajta néhány lekötött dolgot, és akkor már is erősebb dolgunk van. Mondjuk ezzel ellentétben a Ryzen egy tényleg nagy áttörés az AMD részére, mert azért a világnak nem akkora nagy áttörés, de az AMD részére hatalmas áttörés, és a pénztárcánk szempontjából is egy hatalmas áttörés, mivel kapunk egy nagyon jó processzort, egy tök teljes mértékben elérhető áron az i987 mellett. Szóval így állunk most. Ezt, és van egy ilyen stagnáló állapot tulajdonképpen a piacon, ami megint csak egy ilyen áttörésre vár, és természetesen ez, ki tudja, hogy az elkövetkezendő jövőben mikor fog ez bejönni, hogy te saját magad is megvehess, de hogyha mondjuk az elkövetkezendő 1-2-3 évben ez elérhető lesz az egyszerű ember számára is,
akkor én azt mondom, hogy már most kezdje le félretenni az új gépre. Most kezdje félretenni az új gépre, hogy az 4, 3, 4, 5 év múlva rendelkező új technológiával ellátott processzor, új technológia, valódi új technológiával ellátott processzor és grafikus kártya és memória, már ha lesznek még egyáltalán memóriák a gépeinkbe, mert manapság már a HDD-k elég gyorsak ahhoz, hogy helyettesítsék talán a memóriát is, már ha lesznek, ugye, a legújabb videokártyát már most tegyél félre és gyűjtsél rá, mivel hogy akkor szükséged lesz rá, és akkor minden játék erre fog ráfeküdni, és nagyon-nagyon valószínűleg lesz egy ilyen kibekapcs gomb, hogy akarsz a ray tracing technológiát, vagy nem, de egy idő után ez el fog tűnni, ez a kibekapcs gomb, és csak új technológiával fognak dolgozni, és megint ott vagyunk egy ilyen áttörés a videójátékok előtt, a processzorok előtt, ami csak arra vár, hogy megfejtsék ezt a technológiát, leegyszerűsítsék, és elérhetővé tegyék a közemberek számára, és hogyha már most ez bejelentésre került, hogy ezzel foglalkoznak ezek a cégek, az azt jelenti, hogy már elértek egy szignifikáns áttörést, és én tényleg úgy gondolom, hogy finomítják ezt a technológiát jelen pillanatra arra, hogy majd a későbbiekben ki tudják adni az emberek számára is, úgyhogy tényleg már most érdemes gyűjteni arra, hogy 3-4 év múlva meg tud venni a következő gépedet. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, a következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!